Járda felújítási munkálatok kezdődtek a Horváth Mihály úton. Évindító megbeszélést tartottak a nyugdíjas klubok vezetői. Többet fizetnek a leadott anyatejért. Köszöntöm nézőinket! Hegedűs Viktória vagyok, Önök a 60 TV híradóját látják. Újraindultak az önerős beruházások 60-ban, ennek részeként tovább folytatódnak az út- és járdafelújítások a városban. A belvárosi Horváth Mihály úton már tartanak a munkálatok, a fejlesztés során új burkolatot kap a járda. Ezen a területen továbbá új zöld felületeket alakítanak ki, a meglévőket pedig frissítik. Mindezen túl az utcabútorokat is lecserélik majd. Felszedték a burkolatot, kijelölték a területet, és már a markológép is dolgozik a főútnál. A munkálatok során megújul a Horváth Mihály út 1-3 szám alatti Dózsa tér felüli szakasz járdája. A beruházás részeként ez a terület térkőburkolatot kap, szintbe helyezik az aknákat és víznyelőket, a lépcsőházaknál és üzleteknél figyelembe véve az akadálymentes közlekedést. Mindezeken túl a zöld területeket is bővítik, a környezettudatosság jegyében pedig esőkertet alakítanak ki, és az utcabútorokat is lecserélik. Schmidné Vereb Julianna önkormányzati képviselő szerint a városrészen fontos ez a fejlesztés. Ez egy rendkívül forgalmas csomópont, egy nagy lakótelep 60-ban, itt az 5-ös körzetben, ahol nagyon sok ember megfordul, nagyon sok ember él, és ezért is nagyon fontos, hogy ezt a területet a városképhez igazítva megszépítsük, és bízunk abban, hogy ez nagyon látványos lesz, nagyon szerethető, és mindenki nagyon fog neki örülni, legfőképpen az itt élők, de természetesen a város egészének készül. A felelősségteljes gazdálkodás részeként összeállított biztonság költségvetése meghozta az eredményeket, így 60-ban újraindultak az önerős fejlesztések, mondta Horváth Richárd polgármester. A városvezető kiemelte, a Horváth Mihály úti járdaszakasz felújítása ennek az első állomása. Az a szigorú gazdálkodás és az az összefogás, amelyet a város tanúsított az elmúlt időszakban, annak eredményeképpen újra el tudtak indulni az önerős beruházások, így az út- és járdaprogram, és ez a beruházás is megvalósulhat. Itt konkrétan 125 millió forint saját beruházásról beszélünk. Minden abba az irányba fog mutatni, hogy ez a szép városkép itt is folytatódjon és megfelelő legyen a hármas út mentén. És itt szeretném megköszönni a boltosok, illetve az itt lakóknak a türelmét és pozitív hozzáállását, mert bizony, amíg ezek a munkálatok tartanak, addig némi korlátozásra kell számítani, de én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a türelmét. A felújítás ideje alatt a gyalogos forgalom a túloldalon zavartalanul működik, a munkálatok várhatóan tavasz végén fejeződnek be. Évindító találkozót rendezett az Életet az éveknek Heves vármegyei szervezete a Grassalkovics Művelődési Házban. A tanácskozáson 24 klubvezető vett részt. Az esemény célja az volt, hogy megbeszéljék az idei év rendezvényterveit és feladatait. Az eseményen Horváth Richárd polgármester is köszöntötte a résztvevőket. A városvezető örömét fejezte ki, hogy 60 városa a világot meghatározó nehéz gazdasági helyzetben is támogatni tudja a civil közösségeket. Mintegy 24 Heves vármegyei nyugdíjas klub vezetője találkozott egymással a Grassalkovics Művelődési Házban. Az évindító tanácskozás célja az volt, hogy megbeszéljék a 2024-es év feladatait és terveit, mondta Lázár Tünde, az Életet az éveknek Heves vármegyei szervezetének elnöke. Igyekszünk összeállítani az éves rendezvénytervet, megbeszélni a ránk váró feladatokat, a vármegyei kihívásokat, és hát készülünk egy nagyon jeles eseményre. Az Életet az éveknek Országos Szövetség 2024-ben ünnepli a 35. évfordulóját, úgyhogy ennek a jegyében fog telni nekünk ez az esztendő. Lázár Tünde hangsúlyozta, a legfontosabb cél mindig a közösségépítés, ezért kiemelt szerepe van annak a munkának, amely a klubok összefogásáról szól. Ebben az évben elsősorban az egészség megőrzés jegyében szerveznek programokat.
Aktív Magyarországért programban sikeresen pályáztunk, úgyhogy valamennyi rendezvényünkön az egészségre hívjuk fel a figyelmet. Gyalogló programok lesznek, örömtáncot tanítunk, örömtáncot tanulunk. Az esemény vendége volt Horváth Riárd polgármester. A városvezető beszédében hangsúlyozta, egy jól működő város életében kiemelt szerepük van a civil közösségeknek. Ezért, mint mondta, öröm számára, hogy 60 városa a világot meghatározó nehéz gazdasági helyzetben is meg tudta tartani a szervezetek támogatását. Nagyon fontosak a klubok, a sportegyesületek, és nagyon fontosak a nyugdíjas klubok. És azt is el kell fogadnunk, hogy ezek a civil szervezetek külső segítség nélkül azért nem haladnának olyan jól, mint ahogyan segítséggel teszik ezt. És ebben a nehéz időszakban is 60 városa meg tudta azt tartani, hogy a civilek támogatását továbbra is tudjuk adni. Nem csökkent a civilek támogatása. Mindezek után az elismerő oklevelek átadásával folytatódott az esemény. Az Életet az éveknek szervezésében legközelebb egy kártyaversenyre várják a tagokat februárban Gyöngyöshalászon. Áprilisban pedig vers és prózamondó versenyt szerveznek. Továbbá számos sportprogrammal is készülnek. Az eseményekről bővebb információ található az Életet az éveknek országos szövetség weblapján. Emelkedett az anyatejára december végétől, így már 3500 forintot fizetnek minden liter után. Az egészségügyi szakemberek a hazai leadási kedv fellendülését várják a belügyminiszteri rendelet módosításától, mondta Rusainé Klátyi Krisztina, a 60-i anyatejgyűjtőállomás szakasszisztense. Még mindig országos az anyatejhiány, a 60-i gyűjtőállomáson is nagy szükség van rá. Tavaly december 22-én lépett hatályba a belügyminiszteri rendelet, miszerint emelkedett az anyatej ára. Csak nem 30%-kal fizetnek többet érte, így az édesanyák most már 3500 forintot kapnak készhez minden leadott liter után. Az egészségügyi szakemberek azt várják, hogy a megnövelt átvételi ár hatására többen fognak majd anyatejet vinni a gyűjtőpontokra, mondta Rusainé Klátyi Krisztina, a 60-i anyatejgyűjtő állomás szakasszisztense. December 21-én 2023-ban megjelent a közlönybe, hogy 2700 forintról 3500 forintra emelkedik az anyatejdíjazása. Ezt sem nevezném még egy jelentős növekedésnek, mert cél azért, hogy ez elérje majd az 5000 forintot, de mi mégis azt várjuk, hogy egy kicsit motiváltabbak lesznek az anyák, illetve hogy majd a rászorulóknak több segítség fog jutni az intézményünkben. Az anyatejre nagy szükség van a gyűjtőállomásokon. Itt 60-ban is rendszeres probléma, hogy nem tudják biztosítani a nélkülöző újszülötteknek a maximálisan adható mennyiséget. A napi bevételi mennyiség az maximum 800 ml lehet, illetve akik igénylik a tejet, szintén napi 800 ml lehet a maximum, amit kaphatnak, de sajnos ezt mi nem tudjuk biztosítani. Körülbelül naponta 3-4-500 ml az, amit biztosítani tudunk a babáknak. Ezt mindig a jelentkezéskor elmondjuk, mert sokkal nagyobb a kereslet, mint a kínálat. Jelenleg is 6 tejadó édesanyánk van, és 12 babának biztosítunk anyatejet. Azok az édesanyák, akik szeretnének élni a többlettej leadás lehetőségével, egészségügyi szűrővizsgálatok után, amennyiben alkalmasnak ítélik őket, ezt megtehetik. Itt 60-ban a Bástya utcai anyatejgyűjtőállomáson lehet ezt intézni. A rendszeres tejadásnak pozitív élettani hatása is van, mivel serkenti a tejtermelést. Február 21-én és 22-én Aladárnap alkalmából állatasszisztált foglalkozásra várják az óvodásokat és kisiskolásokat a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumba. A gyerekek egy vadász segítségével ismerkedhetnek meg különböző vadászkutyafajtákkal és munkájukkal, mindezt interaktív módon. Az eseményre előzetes bejelentkezés szükséges, a részvételi szándékot a 0637 541 900-as telefonszámon lehet jelezni. Varró tanfolyamot tartanak az Ady Endre könyvtárban február 24-én. A 10 órától kezdődő eseményen otthoni varrógépekkel lehet használati tárgyakat készíteni. Alkotás közben szakember segíti majd a résztvevőket. Az esemény ingyenes.
Pénteken az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Többfelé szeles lesz az idő, kora reggel mínusz 5 és plusz 2, napközben 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton nyugaton, délnyugaton várható a legtöbb napsütés, máshol gyakrabban takarhatják felhők a napot. Sokfelé szeles időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 6 és 13 fok között alakulhat. Vasárnap tovább enyhül az idő, az éjszakai fagyok is egyre kisebb területre korlátozódnak. Szeles időre van kilátás, elszórtan eső és záporok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 9 és 15 fok között alakul. Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb híreink. Most a mesepercekben a Vajas Pánkó történetét ismerhetik meg a gyerekek. Ezt követően a kommentárban Bodnár László ismerteti a jumai hómasszást. A hatvanikumban pedig Monori Gézát és Monori Gézenét ismerhetik meg jobban. Adásainkat visszanézhetik a 60 TV YouTube csatornáján és Facebook oldalán, híreinket pedig megtalálják a hatvanihirlap.hu weboldalon. Ha tehetik, maradjanak velünk, viszontlátásra!